mindenek előtt szeretném megköszönni Csendes Péter barátomnak, hogy ezt így összeszervezte, mert én most biztos nem tudtam volna ezt megszervezni sok bokros standényünk közepette, úgyhogy ez köszönet neki. Azt hiszem, hogy bele is vágnék a közepébe. Ugye arról volt szó, hogy nagybőgő basszusgitár workshop, improvizáció, walking bass, ezek a témakörökről volt szó, de én azért ezt felvezetném még egy kis metodikával. Mi az, hogy metodika, ugye ezt nyilván azért tudjuk, módszertanról van szó. Úgy kezdeném el, hogy a nagybőgő tartása. Tehát erre is többféle metódus van, tehát én nem állítom azt, hogy csak így lehet jól játszani. Ezt nem is mondhatom, mert nem mindenki úgy játszik, ahogy én, és nagyon sok olyan nagybőgős van, akit én nagyon szeretem. Nagyon szeretem a játékát, de mondjuk történetesen egészen másfajta megközelítés. Most technikáról beszélek, zenei megközelítés is lehet más nyilván, de hogy technikailag is lehet más megközelítés. Én azért erről beszélek, mert én így játszom, és tőlem csak ez, én úgy gondolom, hogy csak az hiteles, az a fajta metodikai megközelítés, amit én magam kipróbálok. Tehát meg lehet hallgatni, el lehet jönni, ahogy játszom, és akkor ott eldöntheti mindenki, hogy ő ezt úgy érdemesnek tartja, vagy nem, tehát hogy érdekli-e ez a fajta metódus. Tehát én azt gondolom, azt még el kell mondanom, hogy ezek az információk, ezek nyilván nem én találtam ki ezeket. Egy adott módon ezeket nyilván összegeztem, és a saját magam összeraktam saját magam számára, és akkor ezt így, ugye, hát most már lassan 10 éve tanítok iskolában, ugye az Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskolában, és egy évet tanítottam a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, és ahogy én összeszedtem ezeket a különböző információkat, ezeket próbálom én is aztán valahogy továbbadni. Illetve azt gondolom, hogy az a helyes, hogyha ezt mindenki tovább is gondolja saját maga. De itt kell megjegyeznem mondjuk a Ludwig Streichernek a nevét, aki a bécsi Hochschule für Musik und Darkkunsthalle című objektumnak volt a tanára 30 vagy 40 évig, és én a Járdányi Gergelynél tanultam klasszikus bőgőzni, ő nála diplomáztam, és ő pedig a Ludwig Streicher növendéke volt, tehát ezeknek a nagy része ennek a metodikai megközelítésnek ez a Ludwig Streichertől származik. Az egyik ilyen fontos tényező, hogy sokakkal ellentétben én úgy gondolom, hogy a nagybőgöt nem szeretem például nagyon magasra felhúzni. Ez azért, én azért gondolom ezt jónak, mert hogyha nagyon magasan van a hangszer, akkor óhatatlanul, mint az ember, hogyha a zenekarban játszik például, azért nagyon jellemző módon félfekvésben, első fekvésben, tehát alsó fekvésekben játszik sokat az ember. Most ettől nyilván kivétel, hogyha valami szóló darabot játszunk Bottezinit, vagy nem tudom, klasszikusból, akkor nyilván sokkal több magas fekvés, hüvelykúj fekvés van, de alapvetően a nagybőgös talán a legtöbbet itt lent játszik, ugye kísér, a nagybőgő az a zenekari hangszer. Na most, hogyha a nagybőgőt felhúzom ilyen magasra, láttam már ilyet, akkor én ezt azért nem tartom annyira előnyösnek, mert akkor pont ebben a lágében, ahol nagyon sokat kísér az ember, itt föl kell emelni a kezét. Tehát itt eleve tartani kell. Tehát itt már egy plusz energiabefektetés szükséges ahhoz, hogy csak ezt tartsam. Egyrészt. Másrészt itt keletkezhet egy ilyen görcs itt a vállban, ettől, hogy ez itt följebb van. Tehát erővész el. Tehát a nagybőgőnek, ugye nem tudom, több száz kilós nyomása van, amin dolgozni kell, nem árt spórolni az erővel. Tehát a metódus számomra azt jelenti, hogy hogyan a lehető legkevesebb energiabefektetéssel hogyan hozzuk ki a hangszerből a lehető legnagyobb intenzitást. Tehát ez egy nagyon fontos szempont. Ennek is a része ez. Tehát én körülbelül ott tartom a bőgöt, ahol a nagybőgőnek az úgynevezett szemöldöke van itt,
az körülbelül az én szemöldököm, mert egy magasságban van. És nagyjából egyenesen. Tehát sokan játszanak úgy, hogy magasabbra húzzák, és így bedöntik egészen. Én úgy gondolom, hogy én egyenesen játszom, és nem azt a felfogást követem, hogy én állok, és a nagybőgőt így behozom magamba, hanem azt, hogy van a nagybőgő, és én oda megyek hozzá, és játszom rajta. Ezt mindjárt majd kifejtem bővebben, ezt le kell vennem, mert marad van. Mindjárt majd kifejtem bővebben, hogy ez több dolognak az összefüggése is közre játszik ebben. Miért van így? Tehát körülbelül így. És akkor elérkezünk például azt gondolom sokakat érdekel a pengetéshez, mint olyan. Ez mindig egy jó kérdés, hogy hogyan pengessünk. És ebből is nagyon fontos szerepe van annak, hogy hogyan tartom a hangszert. Például nem annyira, ha túl, ugye az, hogy ez milyen szögben áll, ez nem egy mellékes kérdés. Ha ez nagyon így, nagyon mögött állok így, akkor ezzel így alig érem el. És akkor hát nyilván ez így kényelmet. Ha túlságosan befordulok mellé, akkor így van a kezem, itt beszorulok, és van egy ilyen, könnyen lehet egy ilyen görcs, egy ilyen merevség, és pedig a lazaság az nagyon fontos szempont. Tehát ez sem jó, tehát meg kell találni azt a pontot, ahol könnyen elérem akár a G-húrt is, de marad itt annyi hely nekem, hogy itt ne legyek így beszorulva. Tehát legyen szabad, szabad legyen a testtartásom és a kéztartásom. Ez nagyon fontos a pengetésnek. Másik nagyon fontos szempont, hogy ugye manapság már, hát már mondjuk már jó régóta, de ugye használ az ember erősítőt, meg ilyesmiket, de én azt gondolom erről, hogy nem kell ezeket az eszközöket a hangszer részének tekinteni feltétlenül. Tehát mire gondolok itt ez alatt? Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó szandot kell kialakítani úgy, hogy minden ilyen eszköz nélkül. Egyébként ezek a pick-up használata, az erősítő használata a nagybőgőzésnél csak rontani tud a szandon. Tehát a nagybőgő így szól a legjobban, ahogy most itt van. Tehát így. Én szerintem így szól a legjobban egy hangszer, azt elkezdem bedugni egy pick-up-el erősítőbe, ez csak rontani tud. Ennek ellenére nyilván én is használok erősítőt, mert hát nyilván élő koncerten, ugye dobbal játszik az ember, hát a hangerő, a nagybőgő azért relatíve a jazz hangszereihez képest, relatíve halkabb hangszer, tehát mondjuk fúvas hangszerekhez vagy dobhoz viszonyítva. De itt meg kicsit elkalandozok, de szerintem megéri. Itt kitérnék egy pillanatra az együttjátéknak egy nagyon fontos alapszabály. Én korábban tanítottam zenekari gyakorlatot is sokáig. És mindig azt mondtam ott, hogy ahhoz, hogy együtt tudjon játszani egy zenekar jól, ahhoz egy nagyon fontos alapfeltétele van, hogy ugyanúgy, ahogy a klasszikus zenében, a jazz és akusztikus zene. És ahhoz, hogy jól tudjunk együtt játszani, ahhoz mindenkinek, akinek hangos hangszere van, trombitás, dobos, harsonás, sorolhatnám, meg kell tanulni játszani halkan és jól. És mindenki, akinek halk hangszere van, nagybőgős, talán a zongorát is ide vehetjük, meg kell tanulni, nem azt mondom, hogy hangosan, hanem egészséges, szép, nagy hangon játszani. És akkor már van egy jó kiindulási pontunk az együttjátékhoz. És akkor rákényszerülünk, hogy figyeljünk egymásra. Tehát magyarul egy egészséges, szép, nagy hangot kell tudni kihozni a hangszerből, ide visszakanyarodni. És ehhez az nagyon fontos, ugye sokan kérdezik tőlem, hogy pengeti, és valahogy nem akar olyan nagyot szólni, és hogyan érjük el azt, hogy pengetjük, és akkor, de mégse ne legyen merev a játékunk.
ne legyen ilyen izomból való játék. Ugye a pengetésre nagyon fontos az, hogy felhasználhatjuk, egyébként a vonónál is ez érvényes, ugyanez a szabály, felhasználhatjuk a saját karunk súlyát. Tehát nem kell az izomból nekünk ahhoz pengetni, hanem felhasználhatjuk a saját karunk súlyát. Tehát azt mondom, hogy leteszem ide a kezemet, és azt mondom, hogy nem így csinálok, hanem úgy csinálok, hogy... Tehát... Fogom magam is, elengedem a karomat, ráengedem a súlyt. A karomnak elég jelentős súlya van egyébként, az bőven elég. Tehát az a szép nagy hangot lehet csinálni. És így lazán tud maradni a kéz. Látjátok nyilván, hogy az itt lazat. Tehát lazat tud maradni. Mikor pengedsz két ujjal? Jó, most akartam erre kitérni, hogy a egy ujj és két ujj. Hogy itt érdemes egy kis történeti áttekintésbe fogni. Most annyira nem mennék vissza, hogy kezdetben a tuba volt a basszus hangszer a jazz zenekarokban, és aztán bőgő, stb. Ott kezdeném, hogy nagyon sokáig, ezt kevesen tudják, de egy ujjal pengedtek csak. Tehát még Paul Chambers, Ray Brown, vagy Sam Jones, tehát hogyha ezeket a fantasztikus nagybőgősöket veszik alapul, ők mind egy ujjal pengedtek csak. Tehát ők úgy játszottak, Ray Brown is, hogy egy ilyen szögbe kb. És csak egy ujjal. Tehát így játszottak. Csak egy ujjal. Jól is szól egyébként nagyon. Az egy ujjas pengetés, jobban szól, mint a két ujjas, szerintem. De ők úgy oldották meg a Ray Brown, hogy nem, mert játszott marha gyors tempókat is, lehet, hogy még kicsit elkalandozok, játszott én marha gyors, ugye az Oscar Peterson trióval, játszottak marha gyors tempókat, és szólozott is. Tehát simán megrázott ilyen nagy tempójú számokat, de ezt úgy oldotta meg, hogy nem pengetett meg mindent. De ő ezt fantasztikusan csinálta, én ebben nem vagyok annyira jól. Tehát lehet ezt csinálni, én nem vektettem annyi energiát, hogy így játszok, de valahogy így oldotta meg.